Hangmegosztás az Internet Archive oldalán. Saját készítésű hanganyagunkat feltölthetjük több megosztó oldalra is, melyek közül most az Internet Archive weboldalára való feltöltést mutatjuk be. Elsőként a szokásos regisztrációs eljárást kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a későbbiekben fájlokat tölthessünk fel. Ehhez klikkeljünk a Join Us linkre. A regisztrációhoz adjuk meg e-mail címünket, majd adjuk meg a választott felhasználó nevünket. Írjunk be egy jelszót, majd ismételjük meg. Ezután eldönthetjük, hogy kérünk-e az üzemeltetőtől hírlevelet, vagy sem. Ha szeretnénk híreket kapni az újításokról, akkor klikkeljük be a megfelelő checkboxot. Hogy tovább léphessünk, be kell klikkelnünk, hogy elolvastuk és elfogadjuk a felhasználási feltételeket. A linkre klikkelve valójában el is olvashatjuk azt. Ha végeztünk a regisztrációs adatok kitöltésével, akkor a Get Library Card nyomógombbal mentsük el az adatokat. Ekkor a rendszer jelzi nekünk, hogy a megadott e-mail címünkre elküldte a visszaigazoló linket tartalmazó levelet. Nincs más dolgunk, mint belépni a levelezőnkbe, és a beérkezett üzenetek közül megnyitni az Internet Archive által küldött levelet, majd a visszaigazoló linkre kattintanunk. Ekkor a rendszer kiírja nekünk, hogy sikeresen igazoltuk, hogy a megadott e-mail cím valóban a saját címünk. Már is tovább léphetünk a belépési oldalra. Itt adjuk meg a regisztrációkor megadott e-mail címünket, valamint a belépéshez választott jelszavunkat. Ha a saját gépünkről internetezünk, akkor a belépési adatokat meg is jegyeztethetjük a böngészőnkkel. Ellenkező esetben ezt ne tegyük meg. A belépéshez klikkeljünk a Login nevű nyomógombra. Sikeres bejelentkezésünk után a weblapon megjelenik a felhasználó nevünk. Ekkor már is nekikezdhetünk a fájlaink feltöltésének. Nyomjuk meg az Upload nyomógombot. A képernyőn ekkor megjelenik a fájlok megosztására biztató felirat. Ehhez nyomjuk meg a Share feliratú nyomógombot. Egy információs buborék jelzi nekünk, hogy e-könyvet, videót, képet és hanganyagot tölthetünk fel, amennyiben szerzői jogilag van hozzá jogosultságunk. A megnyíló boxból válasszuk ki a feltöltésre és megosztásra szánt fájlunkat. A megfelelő fájl kiválasztása után megkezdődik a feltöltés. Amíg a feltöltés tart, addig elkezdhetjük a metaadatok kitöltését. Adjuk meg a címet. Sajnos a magyar ékezetes betűk kezelésében az Internet Archive sem jeleskedik, ezért csak az alapvetően kötelező adatokat adjuk meg. A későbbiekben majd javíthatjuk ezt. Mivel a javítás során az adatlap majd UTF karakterkészletet használ, ezért a javításkor elmentett szövegek már ékezethelyesek lesznek. Tehát az adatlapot a javításkor célszerű teljesen kitölteni. Megadhatunk egy rövid leírást, tárgyszavakat, a szerző nevét, valamint beállíthatjuk a további felhasználási lehetőségeket. Ha a bemutató videónkban látható opciókat jelöljük ki, akkor a szabad felhasználás licence a nevezd meg, ne add el, így add tovább lesz. A bevitt adatokat a Share My Files nyomógombbal rögzíthetjük.
A rendszer ekkor legenerálja a megosztásunkhoz tartozó adatlapot, majd ennek végeztével megadja a webes linkjét, amelyre kattintva megtekinthetjük a létrehozott adatlapot. Láthatjuk, hogy az adatlapon a magyar ékezetes karakterek helytelenül jelennek meg a szövegben. A hanganyaghoz tartozó lejátszó felületén azonban már helyesen olvasható a szöveg, azért, mert ez a feltöltött MP3 állományban előre beírt szöveges metaadatok kiolvasásával jött létre. A play gombra kattintva akár meg is hallgathatjuk a feltöltött hanganyagot. Az adatlap javításához klikkeljünk a szerkesztés linkre. Ekkor két választási lehetőségünk van. Végezhetünk fájműveleteket, vagy az információs adatlapot javíthatjuk. Válasszuk most ez utóbbit. Az adatlap szerkesztőjében javítsuk ki a hibás ékezeteket, és egészítsük ki az adatlapot a közölni kívánt további információkkal. Megadhatjuk a hangfelvételünk keletkezési idejét is. Ha végeztünk az adatlap kitöltésével és kiegészítésével, akkor nyomjuk meg a Submit nyomógombot a mentéshez. Ismét klikkeljünk az adatlapunk linkjére, majd a már javított adatlap oldalára kerülünk. Láthatjuk, hogy a szöveg immár ékezethelyesen jelenik meg, és az adatlapon ott vannak az általunk megadott metainformációk, valamint láthatjuk, hogy a feltöltött MP3 állományunkat a rendszer az interneten szintén elterjedt OGG állományként is elhelyezte az adatlapon. Ha egerünket a fájméret felirata fölé húzzuk, akkor láthatjuk az adott hanganyag elérési útvonalát. Jobb egér gombbal a linket másolhatjuk is. Klikkeljünk újra a szerkesztés linkre, lépjünk most a fájműveletekhez. Ekkor a feltöltött fáj mellett található kiegészítő fájlokat is láthatjuk. Ha törölni szeretnénk valamelyik fájt, akkor mutassunk rá az egérrel és nyomjuk meg a jobb egér gombot, majd válasszuk a törlést. A fáj fizikai törléséhez a rendszer biztonságból újra rákérdez, erősítsük meg szándékunkat. Ekkor a kiválasztott fáj törlődik. Ha végeztünk a fájműveletekkel, akkor az Update item nyomógombbal léphetünk vissza az immár módosított adatlapunkra. A feltöltött hanganyagunk előzőleg kimásolt elérési útvonalát elküldhetjük barátainknak, vagy a honlapunkba beágyazhatjuk. Ha később meggondoljuk magunkat és más felhasználó néven szeretnénk szerepelni, akkor klikkeljünk az Account linkre, majd adjuk meg jelszavunkat és klikkeljünk a beállítások megváltoztatása feliratú nyomógombra. Adjuk meg az új felhasználó nevünket és mentsük el. Ha sikerrel jártunk, azt már is láthatjuk a megváltozott felhasználó nevünkből.